Az Altea Group nagyon jó negyedévet zárt, 2016 első hónapjában közel 4 milliárdos árbevétel mellett 900 millió forintot meghaladó EBITDA szintű eredményt produkált a társaság, 538 millió forint adózott eredmény mellett. Az eredmények alapján is látszik, hogy a Synergy vállalatcsoport megvásárlása az MVMS-tól egy jó döntés volt, illetőleg, hogy az elmúlt egy évben, ami a vásárlás után eltelt, az integrációja a két vállalatcsoportnak sikeresen megvalósult. Az árbevételnek, illetve az eredményességnek a megoszlása is egy nagyon jó képet mutat. A villamosenergia termelés, a hőértékesítés és a villamosenergia kereskedelem egy kiegyensúlyozott arányban jelenik meg a társaság tevékenységében, és ezekhez hozzájött a külső erőműveknek végzett energetikai szolgáltatások, üzemeltetés, karbantartás tevékenységünk, amelyik a Synergy megvásárlása óta sajátja a cégnek, és ez is mintegy 10%-kal hozzájárult az árbevételünkhöz. Ez egy jelentősen megerősödött vállalat, és a diverzifikált árbevételi struktúra is mutatja, hogy elég tisztán látszik, hogy a jövőben milyen növekedési irányokat vehet a társaság. A megújuló energia termelés és az iparvállalatoknak végzett Smart Energy Management szolgáltatások talán kiemelkednek ezek közül. A vállalat az alapításától kezdve tervezi a tőkepiacokon való minél aktívabb részvételt, aminek a keretében kötvényprogramunk és zárt körű részvénykibocsátásunk már történt. A tavalyi évben a közgyűlésünk felhatalmazott minket egy nyílt részvénykibocsátás végrehajtására is. Ezen is nagy erőkkel dolgozunk, és azt gondolom, hogy ezek az eredmények feljogosítanak minket a pozitív várakozásokra tekintetben is.